Istenek nevében, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől. A hagyományos zarándoklat a kismányoki székely búcsúba reggel 7 órakor indult a Bonyhádi Katolikus templomtól. 1989 óta áll itt ez a templom, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy a bukovinai székelyeknek zarándok helyeként szolgáljon. Jó néhány évvel ezelőtt még az elnökségem idején indítottuk el Piroska néni kérésére azt a zarándoklatot, ami a mai napig zajlik még. Az első néhány zarándoklaton jó magam is részt vettem, és most nagyon nagy örömmel jöttem, majdnem minden nap 10 kilométer gyaloglok egyébként is, és ez így a lelkiséggel összekötve azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép teljes napot fogunk majd magunk mögött tudhatni, akkor, hogyha a keresztutat is végigjárjuk egy ilyen gyönyörű szentmisa után a Baranya, Bács-Kispont, Tolna megye, majdnem minden településéről érkező székelyekkel együtt. A kismányoki magyarok nagyasszonya templomában a Szent Misét keresztes Andor Esperes vezette. Mai nap itt Kismányokon kettős ünnep volt. Magyarok nagyasszonya búcsúját ültük. Bonyhádról gyalog zarándokként érkeztünk ide, reggel indultunk. Útközben énekeltünk, imádkoztunk, beszélgettünk. És itt a templomnak, a fölépítésének 35. évfordulóját ülte a helyi egyházközség, ezért kettős ünnep volt a mai. És mindig a templom titolusának ülik meg az ünnepét, itt magyarok nagyasszonya, a templomnak a védőszentje, és most a 35. évfordulót is tartották egyben. Beszéltem itt a templomról, hogy ennek az az értéke, hogy a semmiből épült, hiszen a szerzetes rendeket feloszlatták a kommunista rendszerbe, és ide menekült két apáca, az Anna nővér és az Etelka nővér, ők Jézus szíve népleányok voltak. És ők ide bújdostak el a hatalom elől, és ugyanúgy dolgoztak a faluba, a mezőn, mint az asszonyok, és úgy tartották fönn magukat. Hitoktatást tartottak itt titokba a plébánián, és nekiálltak a templomnak a megtervezésének, építésének. És ők voltak a lelkei, motorjai ennek a templomnak a fölépítésében, mert akkori hatalom mindent meggátolt, hogy ez a templom fölépüljön. De mégis, ha Jóisten kegyelmes, ez a két kedves nővérnek a lelkesedése, a szíve meghozta az eredményt, és így fölépülhetett ez a templom. Kedves nővérek nagyon támogatták a székelységet, a fiatalokat tanították orgonálni egyházi énekekre, nagyon áldásos tevékenységük volt itt a községben. És beszéltem a templomról, amit nekem is jelent a templom. A templom számomra iskola, a templom számomra kórház, a templom számomra oltár, ahol megtisztulhatok, és templom számomra otthon. Ezt a négy gondolatot fejtettem ki mai ünnepen itt a híveknek. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A szentmisét követően a kismányoki székely portán közösen emlékeztek meg koszorúzással és imával az öt bukovinai székely településről és annak őseiről. Később az agapén saját készítésű kuglóf, kalács és apró sütemények széles kínálata került az asztalra. Tegnap délután még tele voltunk izgalommal, hogy ma reggel 7 órakor az zarándokot el tud-e indulni. Néztük a meteorológiát, beszéltünk, egyeztettünk egymással, és úgy gondoltuk tegnap 5 órakor, hogy belevágunk, megpróbáljuk, akár esik, akár fúr, ezen a zarándokúton részt veszünk. Én először voltam ilyen zarándokúton a kismányoki búcsú keretében. Nagyon-nagyon jó érzés volt végigmenni ezen az úton. Nagyon jó volt ezzel a kb. 25-26 emberrel közösen vonulni, közben imádkozni, énekelni, és azt kell mondanom, hogy ez a zarándokot segített ahhoz, hogy a búcsúnak a
a lelkét, a gondolatiságát még jobban át tudjuk venni. Úgyhogy feltöltötve, lelkileg megerősödve érkeztünk meg a misére, ami nagyon jó volt. És hát ami nekem nagyon nagy öröm, hogy az időjárás kegyes volt velünk, akár az arándokos során, és egész nap. És most ugyan a keresztút programunkat még visszük, még a hívők imádkoznak a templomban, de elmondhatjuk, hogy nagyon jó volt az idő, nagyon kellemes volt az idő, és talán jobbat nem is kívánhattunk volna magunknak. A szakrális eseményen résztvevőknek testi, lelki megtisztulásban és töltődésben volt részük.